Eredetileg két mérkőzéssel lépett volna pályára szombaton a Kisvárda, a szatmár németiek azonban betegségek miatt lemondták a találkozót, így a szakmai stáb úgy döntött, 3x45 percet játszanak a vendég Nyírbátorral. A mérkőzés előtt Erős Gábor bemutatkozott új szerepkörében, a csapatkapitány a jövőben edzőként is dolgozik a felnőtt csapatnál. Segíteni fogom a vezetőedző munkáját, ugye ugyanúgy megmaradok még elméletileg játékosnak, mint ahogy eddig voltam, csak már valószínűleg kevesebb szerep fog jutni ebben a fél évben, vagy akár a jövőben már számomra. A feladatom az lesz, hogy segítsem a srácok munkáját, amennyiben esetleg a mester hiányzik, akkor megtartjuk az edzést ugye természetesen a stáb többi tagjával, és amiben tudok, mindenben segíteni fogom a fiúkat. A kisvárdaiak szakmai igazgatója szerint kissé le vannak maradva a felkészülésben a tervezethez képest. Sajnos az időjárás jelentősen megnehezítette a dolgunkat. Ez a tartós hideg nem teszi azt a munkát lehetővé, amit elterveztünk. Nagyon csúszik a műfűves pályánk, ilyet még nem tapasztaltunk, hogy a folyamatos nappali hideg következtében olyan csúszósá vált a felső terület, hogy nem tudunk minőségi munkát végezni, sajnos a délceg is, a rajc is megsérültek ennek köszönhetően. A fizikai részt egy picit most nagyobb hangsúlyt fektettük, ebből kifolyólag, ugye, és azt gondolom, hogy összességében a jövő héten már azon a szinten leszünk, amit elvárhatunk. Az edzőmeccs végül 6-2-es hazai győzelemmel zárult. A kisvárdaiak csütörtökön Törökországba utaznak, ahol orosz, grúz és macedón csapatok ellen 4 mérkőzés játszik majd Révész Attila együttese.